reggelt kívánok mindenkinek. Hát az a helyzet, hogy ha a selfie kamerával veszem fel a reggelimet, és a hátsó kamerával a munkát, nem tudja a program sorolni. Próbáltam tegnap, nem sikerült. Most próbálkozom úgy, hogy a hátsó kamerával, tehát a telefon hátulján levő kamerával felvenni mindent, csak ennek viszont nem látom, mivel hogy fel van rögzítve az ablakra, nem látom, hogy mit lát a kamera. Ugye? Vagy ha kiteszem az egyiket, ugye a munkámat felveszem, hátulról látom a képernyőt. Elő a viszont nem. Na mindegy, hát megpróbáljuk. Szóval lényeg az, hogy ez most egy nagyon-nagyon finom sajtos makaróni, vagy mi a franc. Lindy Bárónak egy ilyen sajtos tésztát, ez a legjobb egyébként. Ez a legjobb, nem tudom mennyit lehet belőle kamera. Ez a legfinom a sajtos tészt, amit vettem. De jó meleg. Beszéljünk másról most már, mert hát mindig beszélünk valamiről. Nézem a különböző YouTube műsorokat. És hát a háborút és nyomon követem figyelemmel, követem a ukrán-orosz háborút. És egy youtuber egyik műsorban megnézte, hogy milyen árak vannak Moszkvában. Kérem szépen, például hova 27 forint egy tojás. Csak példaként. Na most. Az átlag fizetés Moszkvában 600 ezer forint. És ha azt veszük, hogy leveszem ebből a gazdagokat, nyilván azok azért ott a oligarchák, mert az ilyen-olyan korrupciós ügyletekből meggazdagodott emberek, nyilván sokan vannak.
amik felnyomják a átlag fizetét. Az átlag embernek a fizetését csak 200 ezer forintot teszem, hogy kevesebb, mint a magyar. Csak 200 ezer forintot teszem. Akkor az úgy aránylik a tojás árához, tehát a negyeden az árak, a termékek árai kb. Negyed annyi, mint Magyarországon. Az úgy áramlik hozzá, most úgy aránylik hozzá, mert én figyelek mindent, mert itt zajlott az események körülöttem, mint hogyha Magyarországon 800 ezer forintos lenne a fizetés. Átlag fizetés. Tehát a 200 forintos átlag fizetés Moszkvában annyi, mint az árakot viszonyítva, mint a Magyarországon 800 ezer forint lenne. Szóval, és mindent lehet kapni, az Adidas-tól kezdve, a Coca-Cola-ig mindent, mert ugyanis minden cég kivonult Moszkvából, de a business az business, és kerülő utakról mindent lehet kapni, minden bemegy az országba, minden. Kerülő utakon. A Coca-Cola-t az Adidas-ig. Szóval így megbűsel Oroszországot a háború. This one, and then can you go down there and spread that, and I'll follow you. I think you're going to have breakfast a bit later. All right. Rattle out. Megviselte az oroszokat a szankciót. Nagyon megviselték az oroszokat.
egész bele van a zsúfolva. Egészen bele van a zsúfolva. Thank you.
Kérem szépen, így kell csinálni szarmunkát. Az egész területet itt kint kívül leterítettük ilyen zúzott, nem tudom valamilyen kővel. Kurva drága ez a kő egyébként, de ezt leterítettük. Ezt az egész kinti területet látszik. Mondják nekem, hogy húzzam le úgy, hogy 1,50 legyen. Mindenféle ellenőrzés nélkül, anélkül, hogy bármilyen szintet néztek volna, szépen lehúztam 1,50-re. Utána, miután meg lehúztam 1,50-re, miután lehengerezték, megnézték a szintet. 30 centivel van lejjebb, mint kellene. 30 centivel. Az egész kőterítésnek, mondom, 150-nek kell lenni, vagyis hát 15 centinek, az egész kőterítésnek 15 centet kell lenni, és az egész terület, miután el lett terítve a 15 centi kő, 30 centi, nem ellenőrizték előtt a szintet. Így kell csinálni. Most aztán vakolják a fejüket, hogy mi legyen. Most vakolják a fejüket. Mert ez kurva drága az a kő, ha előtte ellenőrzik, akkor ebből a zúzott épület maradványból, ebből a trashből, ami olcsó, és ugye ők állítják azt elő a bontásból, abból alá lehetett volna tölteni 30 centit, és akkor ráterítem a 15-öt. Pont az a 30 centi hiányzik alóla. Azt mondja a marharépa, hogy azért van, mert a teherautót megnyomták, mikor jártak ide be. Hát az csak egy nyomon jön ide be, ott a fehér teotesztről van, az egy nyomon jönnek be és ki, nem az egész területet nyomták meg. Pláne 30 centet. 30 centire pláne nem nyomtak rajta. Csak hát próbálják megmagyarázni a bizonyítványt. Úgyhogy, hát igen. Igen. Azt mondja, 150-re terítsem el, de egyetlen egyszer ott van az oldalt a zsinórpadok, ezek a keresztek, fakeresztek, ahol kellett volna ellenőrizni. Ahol kellett volna ellenőrizni a szintet, egyetlen egyszer meg nem nézték. Egyetlen egyszer. Meg nem nézték. Így jártatok, bazd meg. Így jártatok. Na. 30 centi. Kedi csoklom.